Jó estét kívánok! Még tart a síszezon, de már gondolnunk kell a nyaralásra, és az utóbbi években arra is figyelnünk kell, hogy hogyan választjuk meg az úti célunkat. Mert bizonyos politikai események miatt a jól bejáratott, korábban biztonságos úti célunkon problémák adódhatnak. Két vendéget is hívtam mára, dr. Sárosi Veronikát, aki az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület szakértője, és itt van velünk Takács Ildikó, aki a Tausreisen az egyik nagymúltú tunéziai utaztató referense. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. És ami a legfontosabb, és kezdjük a fogyasztóvédelemmel, hogy vajon mennyire körültekintőek ilyen szempontból a magyar utasok? Azt kell mondanom, hogy a panaszokat általában ugye szakasztosan kapjuk, síszezon, nyári nyaralások. Sajnos a legfőbb szempont még mindig ugye a pénz kell, hogy legyen, és nem mindig elég körültekintőek az utasok ilyen szempontból, úgyhogy mindenképpen azt mondanám, hogy nézzenek utána, hogy melyek azok az országok, amik biztonsági szempontból ugye jó úti célok lehetnek. Mivel kell mondjuk ebben az esztendőben számolnunk? Tudjuk, hogy az elmúlt 3 évben hol voltak zavargások, problémák. Én azt gondolom, hogy most pont ugye a legutóbbi hírek miatt Tunézia került ugye a figyelem középpontjába, de valójában ugye megkérdeztem a külügyminisztériumot, és ők foglalkoznak azzal, hogy az utazásra nem javasolt térségek közé ugye bekerülnek bizonyos országok. Egyelőre úgy néz ki, hogy Tunézia nem fog ezek közt szerepelni. Én azt tudom mondani, hogy mivel ezek havi frissítésben vannak, a külügyminisztérium honlapját látogassák meg mindenképpen azelőtt, mielőtt terveznek egy utazást. Majd megbeszéljük azt is, hogy mire kell figyelni kifejezetten utazás előtt, tehát mondjuk a külügyminisztérium honlapján milyen kifejezések azok, amelyek számítanak, amikor szerződést kötünk egy irodával. Ildikót éppen Tunézia kapcsán hívtam természetesen, mert olvassuk a híreket, hogy még mindig nem állt helyre, vagy nagyon nem állt helyre a nyugalom, főleg Tunézban. Kíváncsi vagyok, hogy az elmúlt években mennyi volt a lemondás az ottani politikai helyzet miatt? A tavalyi évben nagyon minimális volt, tehát 1-2 lemondásunk volt. Igazából a médiát, akik utasok figyelemmel kísérték, ők voltak, akik inkább lemondták az útjainkat. Az idei évben még egyetlen lemondásunk sem volt, sőt az idei szezonban már 30%-os növekedést mutattunk. Az elmúlt évekhez képest, főleg Tunéziára. Mi is folyamatosan követjük a külügyminisztérium honlapját, de mi erről tájékoztatást is kapunk. Tehát ha bármi olyan probléma adódik, politikai helyzet, hogy nem ajánlott, mint Veronikával beszéltük, hanem tehát a fokozottan veszélyes országok közé tartozik, akkor nekünk hivatalosan megkapjuk ezt az értesítést, és nekünk olyankor a chartereket nem is tudjuk elindítani. Az idei évben egyelőre úgy tervezzük, hogy április végén és május eleje környékén fognak indulni a charterek, úgyhogy már nagyon sok foglalásunk van, hát nagyon bizakodunk, hogy nem lesz ilyen, de idejében még nem volt lemondásunk. Egyébként én csak gondolom, hogyha Tuniszban vannak zavargások, akkor ez a tunéziai bevált üdülőhelyeket nem érintheti, hiszen ők is a turizmusból élnek, gondolom. Ez így is van, és legfeljebb nem viszik őket Tuniszba városnézésre. Így van, hát nekünk a fő desztinációnk ugye Hammamet, Port El Kantói és Magdiában vannak. Monasztírba szállnak le a gépeink, tehát az körülbelül Tunisztól egy olyan jó másfél órai útra találhatóak. Tuniszba csak kirándulások vannak. Tehát az egynapos kirándulás, de ha olyan a helyzet, akkor a tavaly nyáron is volt probléma, tehát egy-két zavargás volt, akkor nem mentek oda a programok, illetve ment az egynapos program, a Tuniszt kihagytuk, így viszont olyankor az utasok több időt tölthetnek el mondjuk Sidi Buszaidba. Világos. Tehát nem maradtak el programok ilyennek miatt, tehát teljesen nyugalom van, folyamatosan az idegenvezetőkkel kapcsolatban vagyunk, úgy e-mailen, mint telefonon, és most is megnyugtattunk minket, hogy egyelőre semmi olyan probléma nincsen. De egész nyáron nem is lehetett érzékelni ebből semmit. De nyáron nyugalom volt, úgyhogy nem, erre nem úgy különösebben nem vettünk észre. Bocsánat, csak hogy fontos arról beszélnünk, hogy mi a
tapasztalat és mi a szokásos eljárás az utazási irodák esetében, hogyha bekerül a fokozottan veszélyes úti célok közé egy ország, akkor visszaadják a pénzt, lemondhatja az utat az utas, illetve hogy mi a rend, és hogy ezt betartják-e az irodák, mert ez nagyon fontos. Itt igazából kettő kategória van, amit fontos megemlíteni. Az egyik ugye az utazásra nem javasolt országok vagy területek. Ugye majd mindjárt elmondom, hogy ilyenkor mi történik. A másik pedig a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok. Na most ez azért nagyon fontos, mert hogy akkor, hogyha gyakorolni szeretnék a szerződéstől való elállási jogukat, ezt akkor tehetik meg, hogyha a szerződéskötés és az utazás közt az adott ország vagy terület bekerül az utazásra nem javasolt területek közé, ekkor ugye minden pénzt vissza kell fizetni az irodának, illetve ugye van egy olyan lehetőség, hogy ugyanolyan vagy magasabb értékű utazást kínáljon, de ez ugye a fogyasztó múlik, hogy ő ezt elfogadja. Na most a fokozott biztonsági kockázatnál ez a lehetőség nincsen meg, tehát Tunézia például most még itt van, meg hát reméljük marad is ugye itt, úgyhogy itt nincs meg ez a lehetőség, és ugye fontos, hogy a szerződéskötés után kell bekerülnie, mert hogyha valaki figyelmetlen, és megköti úgy ezt a szerződést az elutazásra, hogy már ott van az az ország az utazásra nem javasolt területek közt, akkor nem vonatkozik rá ez az elállási jog. Tehát erre oda kell figyelni mindenképpen. Nyilván az utazási szakemberek az elmúlt esztendők tapasztalatai alapján sokat tudnának erről mesélni, tehát Görögország, ugye Egyiptom kapcsán rengetegszer fölmerülhetett ez a kérdés. Hogyan jártak el az irodák, voltak el? Általában azért azt gondolom, hogy beszokták tartani ezeket a feltételeket, tehát azt kell mondanom, hogy amikor mi mondjuk általános szerződési feltételeket vizsgáltunk tavaly nyáron, akkor a legtöbb irodánál minden rendben volt, és nyilván úgy is jártak el, ahogy el kellett, amennyiben valami probléma volt, ezt egy figyelmeztetésre megoldották, tehát általában azért a jogszabályokat beszokták tartani, nincsen ezzel probléma. Mi a helyzet a tájékoztatással? Elmondják-e, és akkor mindkettőtöket kérdezem, elmondják-e az utazási szakemberek, hogy az adott országban jelen pillanatban mi a helyzet, merre változhat a helyzet, és olyankor mihez van joga az utasnak. Ezt most azért kérdezem, mert ha az ember lát egy csábító ajánlatot, nem biztos, hogy mondjuk a harmadik esetben is eszébe. Tehát elsőre az ára fontos, másodszorban nyilván az, hogy hova megyek, és hogy harmadiknak eszébe jut el, hogy és ott mi történhet velem. Nem csak, hogy elmondjuk, hanem az utasok már felkészülten jönnek, tehát közvetlenül rögtön ők kérdezik, hogy mi a helyzet, ebbe ajánljuk-e, és azt ugyanúgy, ahogy a Veronika mondta, ezt mindenképpen tájékoztatjuk őket, hogy de különben nagyon felkészültek az utasok. Sokszor ők mondják, hogy ők már ezt látták a külügyminisztérium honlapján, milyen fokozottan veszélyes országnak tartják, de mondom, ebben nem volt gond. Viszont visszatérnék arra, hogy ha bármelyik utas leszeretné mondani, akkor nálunk is természetesen a teljes összeget visszafizetjük, illetve hogyha igényli az utas, akkor felajánlunk más desztinációt. De nem köteles elfogadni, akkor a teljes összeget visszaadjuk. Az idén nekünk is változott az utazási feltételek, és ebben ez is benne foglaltatik. Igen, éppen azt akartam kérdezni, hogy módosulnak-e az évek során a szerződési feltételek, mert hogy eddig ez nem volt benne, sem a fejünkben, hogy ezzel számolni kell. Most meg... Hát igazából ez ugye, ez egy 2008-as kormányrendelet, amiről most mi beszélgetünk, tehát nyilván akkor volt ebben egy változás. Azért azt gondolom, hogy itt nagy rész nem is ugye a jogszabályok változnak, hanem inkább a területek, ahova ugye lehet utazni. De az is, tehát hogyha nyilván, ha az ember tisztában van azzal, hogy olyan területre akar utazni, ami esetleg nem biztonságos, akkor utána kérdez, de nagyon-nagyon sokszor az elállási jogról, meg minden nemféle ilyesmiről az általános szerződési feltételeket még mindig nem olvassák el az utasok. Tehát nálunk például rendszeresen vannak olyan panaszok, amik nem jogosak. Tehát milyen még... Hát, hogy hogyan állhatnak el, hogy ők azt gondolják, hogy akkor most
nincsen kedvük elmenni, és akkor azt mondják, hogy ők most visszakérik a pénzt. Nyilván ez nem így működik. Tehát ez még, de ezt szerintem nagyjából mindennel kapcsolatban el lehet mondani, hogy azt mindenki lefixel, hogy milyen apartman lesz, milyen ellátás lesz, ugye, és akkor másra nem nagyon kérdez rá. És hogyha változik a család anyagi helyzete, vagy akármi történik, akkor ez nem úgy működik, hogy minden nélkül csak úgy ott hagyhatja ezt a szerződést, úgyhogy ezt el kellene mindenképpen olvasni, azt gondolom. Egyébként, hogyha az utaztatást, illetve a turizmust és a fogyasztóvédelmet nézzük, melyik a legkritikusabb pont? Tehát hol vannak esetleg visszaélésekben? Nem hiszem, hogy szándékosan visszaélnek az utazási irodák a fogyasztóvédelmet, vagy az utasoknak a tájékozatlanságával, de gondolom, hogy vannak kritikus pontok. Azért vannak. Például ugye most van éppen ugye egy közérdekű keresetünk, amivel mi nem értünk egyet, van olyan utazási iroda, aki foglalót kér az utasoktól, a kormányrendeletben pedig előleg van említve, és itt ugye ez azért nagyon fontos, mert az előleg visszajár, a foglaló viszont nem. Tehát elméletileg ugye nekik jogszabály szerint erre nem lenne joguk, de ugye nyilván az utazók ezzel nincsenek tisztában. Tehát azért ezekre fel kell hívni a figyelmet, azt gondolom. Én remélem, hogy majd fog ebben a kérdésben változás történni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem ez fontos volt, amiről beszéltünk. Tehát Tunéziába menni reméljük, hogy áprilisban újra érdemes és fontos, helyreáll a rend. Beszélünk még erről a későbbiekben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.